Pacsi mindenkinek, srácok, Diesel vagyok, és itt lenne a legújabb videóm, ahol supportolni fogok Braummal a botlénen. Természetesen nem vagyok egyedül, hanem szokás szerint velem tart egy kis csapat, akit már is be is mutatok nektek. Nos, velem van botlénen kedves AD Carry-m Mátez, aki igazából áruhás és nő, mivel a barát nem játszik éppen az akkontban, így ő fog Jinx AD Carry-zni. Velünk van manacska Riven, mint top Riven, igazából, ja, top Riven. Velünk van Kalifa, mint Lee Sin Jungle, és Metrox, mint Maokai top... Mi? Várjál! Belezavartam. Nem. Hú, várj, csak itt a topos. Nem, velünk van Metrox, mint top, ugye Maokai, és velünk van Manacska, mint Riven mid. Na, hát ez nagyon összehoztam, de igazából a lényeg az megvan. Ledobunk ide egy Vardot tribusba. Igen, gondolom te is nézted, hogy most minket pofázok, de nem baj. Na, ugye... Braum supportozni fogunk, és beszéljünk már is a spellekről, illetve a rúnákról, amiket hoztam neki. Rúnába HP-t, armort, magic resistet minden mennyiségben, amennyit csak lehet. Semmi más, csak HP, armor, magic resist. A masteries az 10, 0, 16, 14, amiben szintén az armort, a sebzéscsökkentést, HP regen, HP, ilyeneket tettem ki, ugye azért elég kemény, hogy közel 800 HP-val kezdek a többi 600-650 HP-khoz képest, ami a csapatomban van. Plusz még ugye 54 armor is. Úgyhogy ez egy elég jó kis tankos dolog, elég vicces is lehet így meccsen, ugye, hát alapból early game-ben. Úgyhogy support, runákat, masterizeket, amiket használok, el is mondtam, térjünk át Braum's passzívjára és a spelljére. Passzív nem más, mint ez, amit itt láthattok, minden negyedik ütés, a Braum megjelöl egy ellenfelet, minden negyedik ütés, ami éri az ellenfelet, az stunolja őt, és bónussebzést is biztosít. Oké, és az első kettőt szokás szerint support, jó kis, mint milli supportom híven, el is viszem. Melyik kettőt? Melyiket vigyem? Elviszem a jobb oldalit, jó? Igen. Stun, akkor a spellek. A Q, Braum kitartja a pajzsát maga elé, amit most fajjában meg is mutattam, de elég szét nagy range-ben, mint láthattátok. Elő egy ilyen skillshotot, ami lassítja, megjelöli az ellenfelet, megsebzi mágikus alapom. Braum W-je. Megint faj lett. Braum W-je az élő pajzs, ami ilyen rávetődős spell, ami konkrétan ráugrunk vagy egy minionra, vagy egy csapattársunkra, így neki sebzés, már megint fajba lőttem el, ezek a skillsatok nem mennek most, ami ad bizonyos magic resistet, illetve armort a csapattagnak. Hát meg ugye minket egy más pozícióba lök konkrétan, ez egy elég jó dolog. Aztán ugye ezt is húzom ki másodiknak. Az utolsó előtti spell, ami nem más, mint a kis Eng, amikor egy pajzsot adunk, nem tudom miért ezt vittem el, a nagyhoz nem mertem oda menni. Félsz, nem rá tudunk menni a két lira amúgy, hamarosan. Potis, ha van. Ugye rá tudunk vetődni és adjuk az armort, illetve a magic resistet. Az Eng nem más, mint egy hatalmas pajzs, amit konkrétan magunk elé tudunk tenni. Így azzal Braumnak mozgási sebességet, csapattársainak pedig konkrétan védelmet tudunk biztosítani, hiszen minden projectile fel tudunk fogni, épp úgy, mint a Yasuo fallal, csak annyi, hogy itt a sebzést azt mi kapjuk, de persze redukálva. Szóval egy elég jó kis spell, teljesen az AD carry védelmére tudunk fókuszálni, ami azért elég jó dolog. Megpróbálok hagyni farmolni, az a baj, hogy early-be egyértelműen erősebbek nálunk, hiszen két tina hatalmas range-ét kihasználva könnyedén tud minket pókolni, és Jinx azért early-ben nem az egyik legerősebb AD carry feltétlenül, inkább meg akarom jelölni. Akkor jó lesz a trash is, trash, ha már más nem tudtunk. Szép. Nagyon szép kill, meg is volt, nagyon szép genket láthattunk Lee Sin-től, szépen lereagált az AD carry-nk is, ügyes vagy, megdicsérlek, ennyi. Ne állj meg, na mindegy. Ez egy fail volt, pingelni akartam. Mivel szerencsére gyönyörű a kis, jaj. Nagyon szép volt. Mi ez? A látható spell, az elixír, van mi elixír.
így elég király volt, mivel láttuk Sakó hova ugrott, így én is túléltem. A flash-em fail volt, mivel konkrétan nem ezt akartam elnyomni, de nem baj, jó volt ez, jó volt ez. Legalább közelebb kerültem a Sakóhoz, és még egy steket rá tudtam tenni a stunnal, így konkrétan amint elugrott, meg is állt, mivel megkapta a következő autóatakot, nem tudott hova menni, 3 assziszta rendelkezünk, 6-1 pedig az állás. Rivennek 2 kije van, miden? Mordekaiser ellen, Lee Sinnek 2 kije van a jungleben, Maokai-nak pedig 1 kije van, mint top lane-en, úgyhogy lejött ide botra nekünk segíteni, ahol Manacska már 0-3-ban van. Szerencsétlen Mordét nagyon-nagyon csúnyan elveri, farmban nagyjából egál, viszont 0-3-ban van Mord, de Manacska pedig 3-0-ban. Mesélök botra, szép lett volna alapjáraton szerintem a mentés, legalábbis elfejtettem a trinketet cserélni. Nem volt rossz, nem volt rossz, mivel felfogtam a Caitlynnek az ütését, ugye most is láttátok, de nem volt sajnos elég, mivel azt a nagyot elvinném majd. Mind a piciket. Mivel az Ignite pörgött a Sakó jungle-nek köszönhet, ugye az Ignite-os Sakó elég menő dolog. Még nem volt csak dupla vém, azt meg nem akarom elpazarolni egyelőre. Mind a piciket. Rampage. Nagyon-nagyon-nagyon carry pencet húzott az Eriven, azt kell, hogy mondjam. Mint látjuk, teljesen dominálja az ellenfél csapatot. 4-0-ban van. Hopp, hát ez fail lett. Legalább túléled? Él, csak menekülj. Én is túlélem, csak te is menekülj. Kicsit failba ment, ugye Smarkasztal kicsit érdekes játszani ezt a Braumot, mivel a shieldet mindig úgy teszi, amerre az egér van, ugye? És ahogy próbáltam menekülni, megnyomtam alapjáraton, és ja, tehát így picit fordítva tettük le. De nem gáz. A lényeg az, hogy túléltük mind a ketten. Ez pedig nézzétek el annak, hogy nem szoktam nagyon supportolni. A Lee Sin gang nem rossz, Sakó jön hátulról, elég bátran, és nincs manája, viszont ott van Riven, aki konkrét Exhaust-tal level 7-esen, ha van ultia, nincs ultia, de elég nagy sebzéssel írva, elég nagyot üt, és a Lee Sin-ünk túl is éli, Riven pedig ismét csak killeket szed konkrétan. Szinte gond nélkül. Itt van még egy nagy, amit el fogok vinni a passzívval, illetve nem passzívval, mi ez? Megnézzük, hogy mit szeretne. 10-1 az állás, és ismét sajnos, mint eddig az előző videóban, a mazáros videóban, szintén ugyanaz a helyzet, hogy vagy nagyon megnyerjük a meccset, ami eddig úgy néz ki, hogy nagyon megnyerjük a meccset, bár azért ott az a Nasus late game, amiben bízok, őszinte vagyok. Tehát pontosan ugyanaz van, vagy nagyon elverjük az enemy teamet, vagy pedig ők vernek el minket nagyon. Nos, jelenleg ebben az utolsó két meccsben eddig úgy tűnik, hogy nekünk sikerül megnyernünk a fightot, de hát... Nem tudom, próbálom folyamatosan köbdösni Braummal azt a Caitlynt, nincs manája, így elugrani nem tud, engage-elni nem igen tud ránk. A kicsit nem rossz, nem mondjak, nagyon-nagyon szép, de nem elég. Nem használom el erre az ugrásomat, hogy kijöjjek szinte, nem is vesztek HP-t, létszed vigyek egy minion-t, köszi. Úgyhogy, ja, hamarosan meg vagyok level 6, még fél szint kell hozzá, így ultival azért most már tudunk szépeket összehozni, és még az ulti az egyetlen egy spell, amiről nem is beszéltem Raumnál, ami konkrét igazából annyiban van, hogy egy hatalmas területet beborít ilyen jéggel konkrétan, meg fel is dobja az ellenfelet, amikor elküldi Braum. Egy ilyen, hát majd meglátjátok, ilyen szakadékot csinál, vagy nem tudom mi ez. És fontosan lassítja az ellenfelet, meg fel is dobja őket, szóval egy nagyon nagy CC mezőt hoz létre nekik, ami bár azért kicsit könnyebben oda tudunk nekik vágni, plusz ugye nem szabad elfejteni, mint amit már nagyon sokszor meséltem nektek és mondtam is, hogy a feldobás az egyik leghasznosabb CC, hiszen azt nem lehet megszakítani. Ha egyszer feldobod, vagy bocsánat, feldobod az ellenfeledet, az fel lesz dobva. Mikor lesz meg az ultid? Szerintem, ha jól számolom, kb. Neked is akkor, mint nekem, azaz... Küldöm. Mert a tiéd, mert a tiéd. Ha, enikült, nem tudom tovább tankolni. Jaj, jó, nem baj, ezt felfogjuk arra, hogy izgultál. Igen, ez egy picit
Nem, csak nem ment ki, rendben, amikor nyomtam. Jó, nem baj, nem baj. Itt a comeback, itt a comeback az ellenfél részére. Ugye én próbáltam tankolni, mivel nagyon jó volt az ulti, plusz a Q-val is eltártam a két int, mozogni nem igen tudott, HP nem igen volt. A Jinx ulti nem ment ki valami miatt először, utána meg a Thresh már fel tudta fogni arccal, én pedig ugye tankoltam a tornyot, mert inkább én halok meg, mint az AD carrying. Ugye jó supportot szíven tankoltuk, ameddig csak tudtam, de sajnos késő jöttem ki, így belehaltam. Flashelni nem volt már értelme, így kapott azt hiszem a Thresh egy killt, igen 3-2-ben van. Így igazából... megérte, még így is. Úgy értem, nem értem meg, de ez a jobbik rossz. Tehát valljuk be, hogy inkább én halok meg, mint tényleg az AD carrying. Szóval, ezek után Caitlyn, hogy 4 assziszttal rendelkezik, viszont, ja én is, tehát akkor nem értem meg egyáltalán. Nem baj, de te később haltál meg, mint én, szóval addig jól dolgoztam, amíg te életben voltál. Szóval, ja. Hát ez fail, mindegy, azért farmolok, mert most már szerek ezért valamit, amiért meghaltam miattad. Hát ez hihetetlen, semmi adém nincsen, alig sebzek 68-akat. Gyere. Király. Ugye a W-ben még annyi haszna van, hogy ezt magadra is tudod tenni, nem muszáj feltétlen csapattársra, én is az előbb ezt csináltam. A Thresh-sel pedig vigyáznunk kell, mivel már rengeteg armorral, 112 armorral rendelkezik, és sok-sok manával, meg egyéb finomságokkal is. 18 másodperc van nekem is ultim, ami jó. Ajajajajaj. Hát azon nem sebzel sokat, arra a Thresh-re. Viszont két itt megölhetnénk. Van mindened? Na mindegy, azért megpróbáltuk, még az ultim fail is volt. Nem baj. Nem öljük meg őket, nem vagyunk jó botom most. Nem, az enemynek adunk csak előnyt igazából, és ezzel próbáljuk meg azt tökéletesen elrejteni, hogy iszonyat mint support vagyok meg mindig. Az viszont egy nagyon szép Lee Sin rúgás, viszont már a Thresh-t nem tudtuk sajnos überelni, aki már 4-2-ben van. Így elég keményen kerizi az ellenfél csapatát, mi pedig... Mivel jobb ötletem nincs jelenleg, tankosodunk és veszünk egy Vision Wardot, mivel most már Legendary Rivenünk, aki carry pants on, mint mondtam, elég szépen. Nasus 1-2-ben van topon 83 farmal és 123 stackkel, ami király. Szóval az azért viszonylag úgy elmegy ahhoz képest, hogy ugye 14-8 az állás, Thresh-nél van rengeteg kill, a Shaco-nak a jungle nem igen jött össze, hiszem 1-5-ben van, és ha az early game-et nem tudja elvinni az Ignite-tal, meg a kritikájával, ami van, plusz hátba sebez, ugye csak úgy hátulról szereti igazából, és hátulról jön rád, akkor ugye nagyobbat sebez, ez a passzívja, de... Hát ja, Vision Warot ugye vettem, de nem kellett ide, mivel senki sem tudott megszakítani minket a Dragonba. Ne nevessél már! Ide dobom akkor a Vision Wardot, itt legalább nem kell majd mindig újra wardolnom a tribust, és farmolunk tovább. Elviszem ezt a hármat, ha nem baj. Jó, tessék. Már a Thresh-en az előbb piros volt, most már kék, szóval mindig van Thresh-en valami egyszerűen. Király, szép. Ugye Braumnak a spelljei ráteszik ugyan ezt a passzívot, de hát igen, csak el is kell vele találni, de a csapattársait spelljei már nem. Tehát Braumnak ugye azt hiszem az ulti is rátesz egyet, de az nem biztos, de a Q biztosan. A többit meg nem igen tud ellenfélre elnyomni. Nem azért az 1-20-ért, de igazából elég szarul állunk itt boton. Az elején meg attól féltem, el is kiabáltam, na megérte el kiabálni igazából, mert egy fokkal legalább már izgalmasabb a meccs, hogy nem nyerjük meg annyira. Mindegy, megpödörjük a kis bajszunkat és vissza is jövünk. Oké,
kicsit idegesítjük pszichológiai hadviselést, hagyjunk végre. Jó, közben a tribus sincsen vardolva itt a végénél. Arra gondoltam, hogy ide tették esetleg a vardot ugyanúgy, mint ahogy én. Ó, az, az. Ó, ó, ó. Jó, ezt túléltük. Négyen voltak boton, de nagyon szépen túléltük. Menjünk vissza, nem érdemes itt maradni. Hát nekem nincs sok, most maradjunk, maradjunk akkor. Csak menj hátrébb, hogyha van ulti, ne te legyél elől, hanem én. Még 10 mana az ultim. 10 mana az ulti. Nem tudom, hogy azt nyomjam esetleg, vagy sem. Amit tudtam itt. Nem tudom, miért arra nyomtam. Fogd meg! Ne! Ne! Miért nem áldoztad fel magad? Majdnem megvolt, igazából. Igazából majdnem megvolt. A Rivenünk kicsit elbízta magát. Azt mindig megvan. Legalább szép, kaptam asszisztot. Nem kaptam asszisztot, nem is érte meg. Jó, jó, jó. Annyira nem, mert a meccs most kifejezetten rosszabbul halad, mint ahogy eddig mennie kellett volna, megérte elkiabálni. Tényleg, most már így tényleg jó. Aja, azért ez már tényleg túlzás. 0-3-4-ben vagyunk. Megcsillogtatjuk support tudásunkat. Ez esetben sajnos nem volt mit tenni, hiszen alapból az Exodus-ot próbáltam rátenni a Caitlyn-re, de nem ment, és... Mentségemre szóljon, megöltem. Mentségemre szóljon, megöltem, csak nem tudtam, hogy így meg fog halni. Nem baj, nem baj, hát nem tudom, ez érdekes volt. Nagyot elvinném. Jó, meg még azt is elvinném. Köszi. A Vision Wardunk csodálatosan itt eljátszik magával a bozódban. Aztán ideje lenne most már pusolni botot, főleg, hogy itt van mellettünk a Mordekaiser. Mitről? Trash halott, így... Aj, de jaj, mi ez az engage? Mi ez az engage? Mi ez az engage? Mi ez az engage? Nem tudok rádugrani! De menj innen, menj innen, sics innen, úgy. Erre csak. Van ultid? Nyomd az ultit oda, nyomd az ultit. Hát, ott van. Fail, noob vagy. Nem, csak viccelek. Megnézzük, hogy itt boton merre megy a két... Ott itt a sakó. Vigyázz, nem, hogy rádugorjon sakó. Nem tudom, hol van akkor. Igazából arra szerintem, hogy visszajön a bozódba. Legalábbis ez volt az egyetlen egy olyan lépés, amire gondoltam, hogy értelmes lenne jelenleg. Hiszen ugye majdnem meghalt. De nem baj. Lehet már visszament volna. És szépen visszahozta magát. 1-5-ből 5-6-ba. Az viszont igaz. Várj, gyere. Ha kimegy a jó ulti. Ja, hogy itt a sakó. Jó, megvan a sakó. Az jó. Hát próbáltam segíteni. Az a rossz sakó. Úristen, mit kapunk. Hát srácok, ez a meccs lehet, hogy lose lesz. Ez comeback. Ez comeback ezerrel. Hú, ez nem semmi. Vannak azok nagyban, ugye van még egy sütim. Veszek még egy Vision Wardot, hiszen azt kitakarították, és veszem tovább a potikat. Most pedig rá kéne fókuszálnunk valahogy, hogy megnyerjük a meccset, hiszen egyelőre, akinél igazán damage van, az Riven. És Riven nincs most jelenleg velünk. Mint az AD Carrying 2-5-ben, jelenleg 120 farmal, ami viszonylag nálunk a legmagasabb, ellenfél teamben csak Nasusnak van több. Így abban egész jól állunk. Riven 113 farmal, Maokai pedig 112 farmal. Itt ankolom neked, a nagyot elvinném, ha nem baj. Köszönöm, meg egy picit is elviszek, köszi. Király, pusolnunk kéne ezt a botot, és van mennyit... Ó, miért mentél bele? Ez nem zavart minket. Nem baj, enemy has been slain.
ez már így jó, mert Riven legalább öl, és ahol itt el is tud menekülni, az király lenne. Gyere viszont szerintem hagyd őket, ezt a botornyot pusoljuk be, mivel már tényleg nagyon ideje lenne. Ha itt vannak a többiek, mert jönnek is, ugye a dragont is el tudják így vinni, ha Riven elcsalja őket. Most már főleg, hogy gyorsabban ütjük a tornyot a barom, vagy barom, dragon buffnak köszönhetően. Mehetünk tovább. Sajnálom igazából az early dive-os killt, ami nem jött össze, hiszen az iszonyat jó lett volna. De nem baj, ez viszont egy nagyon-nagyon szép kill lehetőség volt. Én pedig innen nagyon gyorsan ki is megyek. Béka ne köp. Jaj, itt a Saku, nézd már! Saku olyan bunkó helyekről tud bejönni, olyan hirtelen. Aj, nagyon szép a kill, ugye ott van Kalifa még. A Lee Sinünk, Mordekaiser farmai közt. És onnét harcol, jaj, szegény manacskának alig van HP, és ott a kill, gyönyörű szép. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Ez mindenképpen egy szerencsésebb teamfight volt részünkről. Ugye elvittük a dragont, ez már a második dragonunk. Elvittünk egy tornyot boton, és mindenek fölött jó pár killt. Ez már azt mondom, hogy elég korrekt. Ugye leginkább AD damage-ből szenvedjük el a legtöbbet, hiszen a Saku 1-5-ből 9-8 van már, ami durva. A Caitlynnek kiss van a Zeal, hamarosan a Phantom Dancer-je az Infinite Edge mellé, így tőle már elég sok sebzést fogunk elszenvedni. A Nasus pedig egyszerűen tormélt, és minél több armort stackkel. Ez esetben én is azt mondom, hogy rámegyek arra, hogy vegyek armort, és a következő itemem valószínűleg, illetve hát most HP-t vettem, pont armorról beszélek, HP-t vettem, és Randuin-t fogok venni, hogyha bejönnek, akkor tudjuk ugye a elnyomva a passzívot lassítani a jó kis ellenfeleinket. Én pedig a Face of the Mountain nem nyomtam el még egyszer se. Igazából is fejtettem, hogy megvan. Na nem baj. Jó, most már így realizálom. Ugyanúgy, mint a malzáros meccsben, pont ezt mondtam benne, hogy a support, tehát alapból amikor videó van, akkor elég nehezen tudok fókuszálni még így több mindenre, nem nőből vagyok, de így a passzív-aktív dolgokra, úgy értem a nem spell, de aktív itemekre, azokra meg még kevésbé. És így elég necces lehet ez az egész. Jó, tehát van itt a farmot. Azt mondom, hogy vándoroljunk el innét, mert bizony-bizony ott teamfight van, ahol Riven nagyon szépen Gilok Meistert játszik, és minden van Mordekaiser, illetve Caitlyn, akiket szerintem, ha esetleg jól rájuk tudunk menni, akkor ezeket nagyon könnyedén akár meg is ölhetjük. Hát így már kevésbé. De jó ez, ezt el kéne vinni, ezt a vardot. Ritó vardja van valakinek. Aztán nekem is az van. Most berakva. 3 perc múlva lesz dragon, arra kell majd felkészülnünk, ugye a mással nem is a dragonokkal az előnyünket meg kéne tartani. Ugye volt itt egy kisebb tró, de ez még azért lazán visszahozható, és remélem vissza is tudjuk hozni, tehát ugye nem szabad elveszteni. De határozottabban izgalmas ez a meccs, mint sajnos ahogy a Malzahar videó sikerült. Meg előtte az a Cassiopeia is, ugye amit alapból is csak videónak készült meg, töltöttem fel, mivel úgy alapjáratom. Mostanában tényleg, ahogy elmondom idején, vagy nagyon szétvertük az elemit, vagy ők vertek minket szét nagyon. Ebben a meccsben szó szerint mindkettő megvolt, mert egyszer ők is szétvertek minket nagyon, meg mi is őket. Aztán, ja. Az itemeket nem tudom még, hogy kéne talán megvenni. Randomis után nem is tudom, mire kéne menni. Ugye egy bizonyos számú, tehát bizonyos Magic Resist-re is szükségem lenne, mivel Mordekaiser is sebez, meg alapból a Spell Shield, itt gondolok a Banshee-re, ami megvéd minket. Az elég jó lenne. De hát ugye Banshee-t vennék mindenképpen. Meg még több armort, amire szükség lehet. Az szép pedig. Aj, a Braum gyilok. Megpróbált minél több sebzést felszedni. És innét pedig rohadt gyorsan elmenekülni. Ugye Riven nem tartott velünk jelenleg, így ennek köszönhetően sajnos 4v5-ben harcolhattunk.
Ajaj! Ez jó. Ajaj. A Fist of the Mountain-t ismét nem használtam. Itt nem is voltam egyáltalán olyan helyen, hogy használni tudtam volna, ugye most konkrétan a Thresh nagyon szépen nem hülye játékossal volt most dolgunk, hogy ugye észrevegye, azt gondolta, hogy próbálom kibaitelni a húzását, és konkrétan úgy rárántotta a buksimra, hogy iszonyat, amikor rápróbáltam ugrálni az AD carry-re. 70 HP-s tower, sajnos nem éri meg a 70 HP-s tower, mert mi most elveszítünk valószínűleg egyet. Mindenképpen. Vagy, hát igen, sajnos. Hát így még talán nem is olyan biztos. Ez bírom, hogy Brown így mindig berepül a képernyőről, vagy nem is tudom, hogy beszaltózik. Na, most már lényegesen több armorral rendelkezünk, csak megtaláltam a szót. És következő item pedig a Mercury Thrust lesz, mivel inkább lecseréljük a Boots of Mobility-t azért, hogy bizonyos CC-ket leszedjünk magunkról gyorsabban, mert kell nekem az a Tenacity, meg Magic Resistance-t is ad egy picit. Mégiscsak ugye arra kicsit kevésbé van szükségünk, mint a... De szép pedig... De hogy miért mész be? Tudom, hogy menni. A... Szerintem, ha választatnom kéne, akkor már csak ezt vinném el. Ah, csak eltállt. Viszont használtam a Face of the Mountain, ami már egy bizonyos szintű haladás. Hát ez a meccs eddig, ez elég szar. Részemről. Nem vagyok megelégedve magammal. Legkevésbé sem. 800 gold múlva meg fogom tudni venni magamnak a Randuin-t. Sebzésből mit kaptunk a legtöbbet? Ugye Basic Attack-ból rengeteg AD sebzést kaptunk, ezért nagyban gondolkozok, hogyha nem Frozen Heart után lehet, hogy egy Tormail-lel lepem meg magam. Mivel HP-m az van bőven. A Tormail ugye az meg visszaadja a sebzés nagy részét, de még nem is Tormail, hanem esetleg Banshee-t is veszek, ugye az meg ad 450 HP-t, 55 Magic Resistance-t, HP Regent, és a Spell Shield-et, ez is hasznos lehet. Mert azért 150 armorom is van, meg teamfight-ba ugye természetesen nem engem fognak fókuszálni, de most is eléggé zavar, hogy nagyon könnyen lepókolt a Caitlyn, ugye ez egy picit kellemetlen. De legalább minden most így jól tudunk jönni egyelőre. A Brown Multin szerencsére a CD elég kevés, gyakran van, gyorsan lehet használni. Meg most is látjátok, mindjárt már van is konkrétan. Próbáltam felszedni, amennyi damage-et csak tudtam. Ú, de jaj de jó lenne. Mert az ulti. Próbálnánk le ultizni valahova oda. Ja, nincs ulti. Ja, bocsi, nincs ulti. Jó, ott a Caitlyn még mindig. Akkor itt esetleg meg is lephetnénk őket. Lehet keresünk ajándékot. Ugye egy dragon most sajnos el is vitt az enemy team. Így nem rossz. Itt pedig látnak minket pontosan, hogy merre vagyunk. Ami szintén nem olyan kellemes. Ott még mindig látnak minket. Jó, itt a Nasus nem is kellenek. Így menjünk innen. Ugye, yeah, ne menj bele! Mindegy. Van kék. Van kék, úgyhogy azt el kéne csipnünk. Ha már itt van. Aj, jó hely az ultimnak, de nem hiszem, hogy úgy nagyon hasznos lenne. Ugye, elhasználtam. Ó, ez mondjuk így egész jó is lehet. Azt kell, hogy mondjam. Caitlyn-t próbálok megmenteni, jó, Lissi meg lesz. Nem kell használnom semmit, double kill, nagyon szép. Ugye kaptunk jó sok assistot ebben, mivel az ulting az nagyon-nagyon jó volt, hiszen belementek, akkor már alapból kapunk mindenfélét. Triple kill a Rivennél, és egyedül a AD carry-nk halt meg, Sakó pedig jön hátulról, elég undorítóan próbál becsapni minket. A másodiknak én a W-t maxolom. Hát szegény Riven. Talán... Ne! Mindegy.
Ne tankold! Jó, mert elszaladna esetleg. Észeltünk. Mi a Sakótól elolvadtál? Azt elhiszem, Sakó ugye már rendelkezik a Static Shieldvel, ami azért plusz 100 damage, AP damage, nem szabad, magic damage, bocsánat, nem szabad lebecsülni, ott van még már a Hydra, és még egy Pickaxe, amiből valószínűleg Infinite Edge is lesz. Hát ugye ez már fáj ez a kombináció, elég keményen, és hát ugye Sakó meg csak beugrik, lecsipi a HP-t és kimegy konkrétan, ennyiből áll. Gondolkozom, hogy eladom Sütit. És ha bár ott van még mindig a Vision Wardom, csak egyetlen egy ütés esett rajta, veszek még egyet esetleg a következő Dragonhoz, hogy le tudjam takarítani. Ezt ide teszem a Wardosat meg innen. Hát sok aktív itemet, de nem bírom. Viszont minden spellünk van ismét, ugye mint mondom 108 stack viszonylag, nem olyan sok level 2-es Braum ultin, ami azért most is láttátok ebbe a teamfightba elég hasznos volt, hiszen tényleg mindenkire hatott, már csak a movement speed elvétel miatt is, ugye a lassításnak köszönhető lassítás miatt, területlassítás, és még a feldobás is legalább 2-3 emberre nagyon-nagyon jól elment. Itt kivételesen az M is egész hasznos a sikeredet, hiszen elég sok damage-ot felvettem a Caitlyn-től, megúftam tőle valamennyire a csapatot, amennyire csak tudtam. Arra a Wardra már nem tudnak mit csinálni, és ezzel a Wardra már nem tudnak mit csinálni. 70 HP és az a torony, illetve már több, mert töltődött az élete. Szép. Ez egy jó út, hogy bemenjünk, főleg, hogy pusol minden oldalról, tehát próbálnak minden oldalról pusolni. Ez meg egy nagyon csúnya ulti volt, de nem baj. Mika nagyon-nagyon fail is lett. Az inhibitort meg fogjuk tudni szerezni. És... vagy menjünk vissza, vagy nem tudom, de menjünk vissza. Próbáltam, ezt a, mivel látom, hogy ugye Sakó pusol, próbáltam kikényszeríteni azt, hogy visszamenjenek. Vagy valamit, és ezért ultizni, hogy ugye azért a Braum ulti alapból eléggé, tényleg a terben maga a nagy területe miatt elég veszélyes, meg félelmetes, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Így könnyedén meg tudtuk így fordítani nagyjából a helyzetet, és gyors, push. Aj, de gyönyörű volt a Sakótól. Ott az. Szép, nagyon szép kill. Már csak a Nasus van. GG, VP, esetleg, meg is nyerhetjük a meccset, ugye Nasus hiába teleportál fel, ide van, nincs exhaustom még. Elnyomtam a Face of the Mountain-t, amennyire csak tudtam. Jaj, gyerünk. Lassítom neked. Aj, de jó, meg is van. Jaj, Riven! Felállóztad magad? Bocsi. Jaj. Ezt nem szabad, srácok, megcsinálni. Mivel ez nagyon gonosz, ez ilyet nem szabad csinálni, de ha barátnőtök megengedi, akkor szabad. Bocsi, Jenny. Nem engedted meg, de tudtam, hogy te is poénosnak fogod felfogni, hogyha megvédesz engem végül is. Legalább én így túléltem. Vagy látom, nagyon átment trollba már a Rivenünk. Pillanat, mindjárt nyugszott. Jaj, nagyon átment trollba a Rivenünk, mivel már Zonyával futkozik jobbra-balra. Így egy egész korrekt kis ultival is tudtunk menni, és a Nasus bizony meg is ölni. El is vittünk a killt. Ugrunk, rátettük a passzívot, stackeljük a passzívot. Így, még egy kill Rivenen. Ezzel pedig be is fogjuk tudni fejezni a meccset, mivel már csak az Nexus él. Oh, én ezt a videót ezt nagyon élveztem.
nem volt egy kicsit érdekes szituációba keveredtünk a meccs folyamán, viszont ez a vége, ez nekem nagyon tetszett. A Backdoor Braum helyett Jinx befejezte. Na srácok, remélem tetszett nektek ez a videó, lájkokat, kommenteket, ahogy érzitek, én nagyon jól szórakoztam. Pacsi mindenkinek, és sziasztok!